A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A hagyományokhoz hűen ebben az esztendőben is átadták a Fricsai Richárd zenei díjat. Ebben az esztendőben a Hungarikum együttes kapta, erről már beszámoltunk. Vendégem pedig természetesen Takács Modris Anett és Kremnicki Géza. Örülök, hogy itt vagytok velünk. Az Ászpoetika, a dal előadni szeretnénk, nem felhasználni. És mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, azért nézzünk meg egy olyan dalt, ami én azt gondolom, hogy minden székesfehérvár számára nagyon-nagyon fontos. Úgy volt rég, pontosan nem tudhatod, mert a krónikák azt nem írják. Hogy épült fel a vár, nem láthatod, mert a viharok elsodolták. Az utcákon sóhajt a történelem, emlékek sűrűn szerte szét. A kérem szépen, ez nem egy kurdal, több annál, mondom én. Egy rövid gondolatsor. Szeretem, ahogy körülvesz a tér, az idő és ajtót nyit a közös alkotás otthonába, ide csak azzal együtt léphez be, aki túl azon, hogy tehetséges, még barát is. Ezt Anett mondja Gézáról. Igen. És hogy folytassam. A térről a nyitott ablakon beszállt az énekhang. Nem hallottam még olyat. Rohantam megnézni, ki az, Anett volt. Azóta félszavakból is értjük egymást. Én azt hiszem, hogy ez a két mondat rávilágít arra és megerősíti, hogy ti valóban egymáshoz tartoztok, mindannyiunk örömére természetesen.
Hát de beszéljünk egy kicsit a dalról, és utána majd természetesen az egymásra találásatok is szóba kerül. Ez a Székesfehérvárdal, ahogy mondtuk itt Kuldal, nagyon-nagyon fontos. Honnét jött a gondolat, hogy ilyen szinten, hiszen ez bemutatja Fehérvár múltját, jelenét, és nagyon sok alkotótársatok volt ebben, most nem sorolom fel nyilván, de sok mindenkit felismertünk. Igen, hát a barátok jelen vannak, hiszen Fehérvárról van szó. A dal pedig alanyi jogon, mint székesfehérvári polgár, alanyi jogon született meg, nem volt se felkérés, se egyéb megkeresés. Ültem a hangszerrel, és gondoltam, hogy mivel itt élek, és itt lakom, dolgozom, ezért érdemel a város. Egy dal, tehát kicsit fellengzősen hangzik, hogy érdemel, de számomra az én Székesfehérvárom érdemel egy dalt. Igen, és nagyon sok mindenki csatlakozott, tehát a Tilinkót láttuk, Varró Janót és sok-sok mindenki mást. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon kerek így. Viszont azzal, hogy most a Fricsai díjat megkaptátok, tulajdonképpen, ez még egyszer mondom, hogy megerősítést jelent. Ahhoz viszont, hogy ezt megértsük, az egymásra találásotok azon rövid gondolatsor mentén ismerjük meg azt is. Hogy történt ez? Hát mindketten zenei múlttal rendelkezünk, én már gyerekkorom óta énekelek, Géza pedig többféle formációkban zenélt, és egy adott időben, egy adott helyen, egy nagyon szerencsés találkozásban hallhattuk egymást muzsikálni, énekelni, és ez a pont azt hiszem mindkettőnk fejében elültette, hogy jó lenne közösen alkotni. És ez így is történt. A stílusról kérdeznének, hiszen önmagában már a név is meghatározó, Hungarikum. Egyébként ez valóban Hungarikum, amit játszotok, az a sokfajta stílus, és az az elegy, az miként jött létre, hiszen azt tudjuk, hogy a saját dalaitok az alap, és mind-mind más stílusban születik. Hát a Hungarikum az azért van, mert népdalfeldolgozások teszik ki a törzs anyagát a tevékenységünknek, tehát adott, hogy Hungarikum. Nem mi vagyunk a Hungarikum, hanem azok a dalok, amelyeket feldolgozunk. Ezeken mindig szeretettel nyúltunk, szabad válogatni, lehet válogatni a magyar népdalok közül. Amelyik tetszik nekünk, amely megszólít, azt próbáljuk a magunk, nem csak a magunk képére formálni, hanem egyfajta hidat képezve a múltból a mába átemelni. Egy idézőjelben modernebb hangszereléssel. A modern alatt azt értem, hogy Bartók is modern volt, és még ma is az, ezt amerikai jazzzenészek is gyakran megerősítik. Maga a dal az érdekes, természetesen általában magyar népdalt választunk, ha a népzenéről van szó, és hát ahogy az nekünk érkezik, ahogy megérkezik a megoldás. Tehát ezek az ősi magyar dallamok közkincsek mindenképpen. Igen. De hogy bukkantok rá? Tehát honnét jön a gondolat, hogy van egy dalrészlet, egy foszlány, és abból pedig egy egységes egész születik részletek. Hát, még annyit, bocs, hogy igen, megragadom szót, hogy át vagyunk tulajdonképpen mi itatva részben generációsan, hát kulturálisan ez a Bartók Kodály hazája, és hát gyerekkortól kezdve erről szól a népzenei világ. És hát nekünk ez az a útjelző, amely meghatározza, hogy mit tegyünk. Valóban én is kislánykorom óta népdalokat énekelek, úgyhogy igazából az elsődleges forrás itt van, amit még akkor kislányként szívtam magamban, amiket versenyeken hallottam, amit egymástól tanultunk. És valóban utána pedig hát nagyon sok forrás áll rendelkezésre, amit aztán, tehát a mai napig találkozom új népdalokkal, és nagyon könnyen szerelembe lehet esni ezekkel a Igen, hát dalokkal. A vallás és történelmi dalaink széles tárháza vár rátok. Ugyanakkor mi dönti el, hogy a hangszerelésben archaikus vagy modern hangszerelést választotok? Hát maga a dal, ami
ahogy az emberre hat, a lelkünkre hat, a szívünket megérinti, megsúgja, megpróbálunk néha több hangszert, néha evidens, hogy milyen hangszerrel szerencsés ezt feldolgozni, harmóniákkal körülírni, megszerkeszteni, magadal súgja meg ezt. Tehát a hangszer mindig illeszkedik nyilvánvaló az énekhangodhoz is, igen. Hiszen azt tudjuk, hogy egy csoda önmagában, de a hangszerválasztásról kérdeznének, hiszen láthatjuk a koncerteken, hogy meg annyi hangszerrel játszol. Hát alapvetően én zongorista vagyok, voltam, volnék, ha nem hagytam volna abba, még időben, és tréfa volt. Fengetős hangszerek varázsa az mindig is hatott rám, és hát van gitár, mandolin, írbuzuki, stb. Van még több más egy-két különleges hangszer, és hát ezekkel való kölcsönhatásban telik a... Az fontos, hogy egy ilyen dal szerethető is legyen? Mert ugye az korántsem mindegy, hogy a hallgatóság, ugye majd erről beszélünk, hogy a töpörtyűktől a nagyocskákig, a nagymamákig, nagypapákig mindenki szívesen hallgat benneteket, ez mondjuk egyértelmű. Szerintem fontos, de elsősorban az alapján választunk, hogy mi az, ami minket megérint, mert ha mi szeretni tudjuk a dalt, akkor szerintem át tudjuk adni, hogy szerethető legyen. És egy másik gondolat, hogy talán kétféleképpen, tehát függ a megszületésétől is függ az, hogy milyen zenei köntöst kap egy-egy feldolgozás, mert adott esetben maga a népdal az, ami egy zenei köntöst kíván, akkor inkább arkaikusan nyúlunk hozzá. Ha pedig Géza fejéből pattan ki egy zenei riff, egy zenei gondolat, és ahhoz keresünk népdalt, akkor inkább én úgy vettem észre, hogy modernebb lesz a feldolgozás. Tehát valahol mindig találkozik a kettő. Igen. És ez nagyon-nagyon fontos. Hogy születnek a saját dalok, hiszen az is nagyon-nagyon fontos része a pályátoknak? Hát úgy, hogy amikor például az ember utazik autóban vagy vonaton, hát főleg autóban nem kapcsolja be a rádiót, hanem az agyában pörögnek a zenei gondolatok, hiszen már volt alkalmuk régóta megtenni, mint idős fiatalember mondom, hogy kezdve annak idején a reneszánsz, barokk zene, még zongorán, Beatles, mindenféle hatások értek bennünket, magamat is, és hát ezeknek a hatásoknak a következménye az, hogy mi alakul ki éppen. Hát az ember kezébe vesz egy hangszert, és hogyha azt 10 percnél tovább tartja a kezében, mondjuk akár egy-két órát is, akkor kialakul az a bizonyos kölcsönhatás, és hallgatunk egymásra. Én hallgatok a hangszerre, a hangszer hallgat rám, és ahogy az ember futtatja a kezét, keresi a dallamokat, adott dolgok vannak ott, néha csak úgy magától megszületik valami, hát ezt hagyni kell. Tehát nem szabad erőltetni, hanem hagyni kell, hogy kialakuljon egy kapcsolat. És utána még átmegy egy közös szűrőn is igazából, igen. Tehát egymás dalait is alakítjuk, és javaslatokat teszünk. Nagyon jó ötlet, érdemes az Anettről hallgatni, mert kívülről látja, és nagyon jó ötletei vannak. Ilyen értelemben kényelmes a közös alkotás otthona, mondom én. Vagy pedig azért vannak olyan értelemben feszültségek, hogy ezt kicsit másként kéne, vagy végül mindig mindent megbeszéltek. Gondolom ez így van, annál is inkább, mert hogy tehát a megszületett dalok azok fantasztikusak. Igen, feszültségről nem beszélnék. Olyan van, hogyha egy kicsit máshogy érezzük, máshogy képzeljük el a kivitelezést, akkor próbáljuk érvekkel esetleg meggyőzni egymást. Ha ez nem sikerül, akkor általában mindkettőnk ötletét beleépítjük a dalfeldolgozásba. És ez bizonyosan így van, hiszen mosolyog a szemed. Egy kicsit beszélünk arról, hogy miként látjátok, hiszen ez egy fantasztikus pályafutás a tiétek, hogy mennyit változott a hallgatóság
azt látjuk, hogy felgyorsult a világ, nyilvánvaló. Látjuk, hogy a fiatalok egyre inkább most már a digitális eszközöket veszik igénybe, jószerivel mindenhez. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ti úgy építkeztek, hogy ahogy mondtam az imént, hogy a töpörtjüket is eléritek, illetve hát a felnőtt korosztályt, az idősödő barátainkat is. Érdekes, igen, érdekes az a kérdés. Én azt gondolom, hogy minden ember életében vannak pihenőszakaszok, vagy egy-egy megállás, és amikor ebben az időben sikerül bennünket hallania, vagy megtalálnia, akkor találkozik igazából a hallgatósággal az, amit mi képviselünk. Ha egy zajosabb, rohanósabb tempó az, ami éppen kísér az ember életét, akkor bizonyára nehezebben jut el például a mi koncertünkre, akkor lehet, hogy pont egy zajosabb, hangosabb, szórakoztatóbb jellegű, vagy bulisabb jellegű kikapcsolódásra van szüksége. De azt gondolom, hogy megtalálnak bennünket, ahogy mondtad, egészen kicsiktől tényleg az idősebb korosztályokig is hallgatók. Hát miután teljesen elvarázsolja az új generációt a technika, nyilván kevesebb idő jut ugyanarra a 24 órára, amely évezredek óta rendelkezésünkre áll. Ugyanerre az időszakra ezerszer több elfoglaltság lehetősége jut, és lehet, hogy aztán egy kicsit kontraproduktívá is válik ez a dolog, hiszen néha kimondják azt az emberek, hogy na most akkor megállunk egy picit, és akkor beülünk, és akkor tényleg érezzük azt, hogy néha van olyan, aki programszerűen hallgat minket. Tehát otthonatok tulajdonképpen minden művelődési intézmény. A Szent István műfázról azért egy kicsit külön beszéljünk, hiszen indítatásnak azt hiszem, hogy az egy tökéletes helyszín, hiszen gyakorta látunk benneteket. Viszont ha megnézem a honlapot, akkor jószerivel bejárjátok az egész megyét, és nagyon sok mindent adtok át, mindabból, amit alkottak. Igen, a Szent István Művelődési Ház az egy bázis, ott szívesen látnak minket, mikor vannak ezek a klubkoncertjeink, melyek a város különböző helyszínein voltak, indultak és vannak. Az igazgató asszony, az Ági szólt, hogy ne szórjuk szét annyira magunkat így topográfiailag, hanem inkább többször menjünk oda játszani, hiszen az, amit képviselünk, illik oda. Hangszerválasztás. Erről először téged kérdezlek, aztán majd Anettet is, hogy miként egy stílusban hasonulni a dalokhoz, de ugye a zongorával kezdted, erről beszéltünk, és most is van nálad hangszer, és ez majd meg is szólal, de ezeket az ősi, egykori hangszereket miként lehet úgy elsajátítani, mármint abszolút profi szinten, ahogy te magad teszed? Hát végül is nem okvetlenül ősi hangszereket használok, mert a Kodály szerint az eredeti magyar népi hangszerek az a furuja, hosszú furuja, duda, tekerőlet, lant, citera. Meg hát nyilván ilyen egyszerű, hogy dorom, ilyesmik voltak. És nagyon jó, hogy behozta a 18. században behozták a román vendégzenészek, cigányzenészek, vendég, tehát ilyen szórakoztató zenészek a magyar népzenében. Nagyon jó, hogy behozták például a hegedűt, a vonósokat, a bőgőt, hát fantasztikus dolgok születnek. Tehát ezen az alapon legyen szabad a későbbi korok hangszereinek is megszólalni. Hát már csak azért is, mert mondjuk ha kobzát említem, a koboz is, mint régi népi magyar hangszer, annak az unokatestvére az akusztikus gitár. Tehát mindenképpen a lényeg az, hogy akusztikus hangszer legyen, az szóljon, mert a mi lelkünkhöz az közelebb áll, annak a hangja, sokkal evidensebb a kölcsönhatás. Az a varázslatos hang, ami a lényedből fakad, miként változik dalról dalra? Miként változik? Hát, az alap ugyanaz, azt én gondolom és tudom, hallom. Igen, hát én azt hiszem, hogy legalábbis ezt mondják, hogy lélekből énekelek, én magam is így érzem. Talán az, hogy éppen milyen életszakaszon megyek át, az esetleg változtat
azon, hogy miként sikerül előadnom, ad egyfajta tükröt is. Tehát amikor kiállok és énekelek, és ahogyan énekelek, lát engem a közönség, a szó legmélyebb értelmében lát, és kapunk visszajelzéseket is. Tehát az, hogy mi zajlik belül, arról sokszor ők előbb tudnak, mint akár én, és rákérdeznek. Társak vagytok a szó legnemesebb értelmében. Ez sokat jelent számotokra? Például egy ilyen díj kapcsán nyilvánvaló, hiszen beszéltünk erről, ez nagyon fontos. Barátok vagyunk, és természetesen az fel sem merül, hogy miként minősítsük a kapcsolatunkat, tehát zenésztársak, barátok vagyunk. És szerintem ez tényleg, ahogy írtam is a honlapon, ez egy olyan erős alapot ad, hogy emberileg is tiszteljük és szeretjük egymást, hogy számíthatunk egymásra egyéb dolgokban is. Szerintem ez a legtökéletesebb alap ahhoz, hogy közösen tudjunk alkotni. Igen, hát a székesfehérváriak tudják, hogy minden egyes megjelenésetek méltóságot sugall, amellett, hogy nyilván a dalok mélységeit is meg kell, hogy értsük. És akkor most azért egy kis jövőképről még beszéljünk, mielőtt jön a meglepetés. Milyen terveitek vannak a közeljövőben? Hát ez a díj, amelyet kaptunk, és nem mindenképpen számítottunk rá, ez megerősít minket, egyrészt egy kis további tartást ad, és energiát ad, és hát igyekszünk ennek megfelelően fejlődni, mert hát nem állhatunk meg egy bizonyos szinten, ez mindenkire igaz. És hát továbbra is szeretnénk jelen lenni a zenei közéletben, és hát átadni azt, amit mi gondolunk. Ez lehet, hogy szubjektív, de minden esetre van, és hát szívesen megosztjuk. Szeretnék egy kicsit a modern kor, a modern emberek fülének is kedvessé tenni ezt, hogy ne csak a kiválóan hangzó, hagyományosnak mondott hangszerek szóljanak, hanem ezek a kicsit modernebb hangszerek. Ez nem olyan értelemben modern, hogy elektronikus, hanem akusztikus, egyszerű kézi hangszerek, mert az az egyszerűség, amely a dalokban is van, a népdalokban is van, azt jobban sugározza az egyszerű hangszerelés is. Szeretnénk kibővíteni például a gyerekműsorunkat. Nagyon szép dalai vannak Gézának, amit gyerekekhez írt, illetve hát a népi dallamkincsünk és dalkincsünk is nagyon sok értékes anyagot tartogat a kicsinyek számára. Szeretnénk a gyerekműsorokat kibővíteni. Van ötletünk újabb lemezkiadásra, valamint szeretnénk az ország határait is egy kicsit, vagy akár újra átlépni, és megmutatkozni külföldön is. Történjék így, most pedig egy dalt kérek tőletek, rendhagyom módon. Végül is dallal nem készültünk, de azért hoztam egy hangszert, hogy a mandolin nem csak mint szóló hangszer, mint akkord hangszer is meg tud szólani. Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok. A szegény legénynek utat mutassatok. Mutassatok utat a szegény legénynek. Nem találja házát a szeretőjének. Köszönöm szépen. Még egyszer gratulálok minden székesfehérvári és minden zenekedvelő nevében. Nagyon természetesen, köszönjük. Ha
ott leszünk egy-egy koncerten, és beszámolunk róla, hiszen én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos a ti pályafutásotok minden kultúra kedvelő székesfehérvárinak, és mindenkinek, aki szereti ezt a zenét. Köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok. Nagyon szépen köszönöm. Mi is köszönjük. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Takács Mudri Sanett és Kremnicki Géza volt, aki az idei esztendőben átvehették Székesfehérvár egyik legrangosabb zenei kitüntetését, a Fricsai Vihár díjat. Én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket mindnyájuknak. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.